a báli szezon zárásaként rendezte meg a Dereskei Barátság Vadásztársaság április 1-én a vadászbát, melyen ebben az évben is közel 200-an szórakoztak együtt a művelődési házban. A rendezvényről és az előkészületekről Szilágyi Lajossal, a vadásztársaság elnökével beszélgettünk. A bálnak már nagyon régi hagyománya van, szerintem 20-25 éve, meg az elődeink is rendezték a vadászbálokat, de 10 éve folyamatosan minden évben megtartjuk. Így az áprilisban a báli szezon után a legutolsó bál. Milyen célra szervezik ezt a bál? Hát így a közös, a legelső gondolatunk az volt, hogy a föltulajdonosokkal együtt szervezzük a bált. Ugye a föltulajdonosok a mindenünk, azoktól béreljük a vadászterületet. Hát így az ismerkedés, hogy ismerjék meg a vadászok, a föltulajdonosok, föltulajdonos a vadász. Mivel hogy mi nem csinálunk nekik, nem akarunk kárt csinálni, hanem segíteni, a vaddal gazdálkodunk, amennyire tudunk, és szerintünk a vadkár is így kevesebb, mivel hogy normális gazdálkodás folyik a vadászterületen. Körülbelül 200 főt várunk a bárra. Jönnek most a felvidékről, jönnek Erdélyből vendégeink, ugyanúgy a föltulajdonosok, vadászbarátaink, és körülbelül 200 fő lesz a mai rendezvény. Lesz egy néptánc, bemutató helyi szivárvány néptánc együttes tart, egy igazán izgalmas néptánc bemutató. Utána kezdődik, utána vendégünk jön a országgyűlési képviselő úr is, Vitány István. Gondolom ő is mond egy köszöntőt, azután lesz a vacsora, ami áll egy tárkonyos őzragú levesből, utána egy vaddisznó pörkölt, töltött káposzt, az is vaddisznó húsból. Yeah.
Köszönjük szépen a Derecskei Kikelet néptánccsoportnak ezt a fergeteges táncbemutatót, és lassan el fogjuk kezdeni a vacsorát, de előtte nagy tisztelettel köszöntöm Vitányi István, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő urat. Örülök, hogy újra itt van nálunk, még minden alkalommal megtisztel bennünket. Isten hozta a Felvidékről érkezett vendégeinket, Dusza Mária polgármesterasszony Dereskről, és kedves párját. Nem kisebb szeretettel köszöntöm Lévárt község polgármesterasszonyát, Halász Mártát, akik, ha hozzájuk látogatunk, mindig testvérként fogadnak bennünket, és ezt mi is igyekszünk viszonozni, ha eljönnek hozzánk, mi nekünk is, ők is testvéreink. Köszöntöm a hegyközcsatáról érkezett vadászbarátainkat, örülök, hogy megtiszteltetek bennünket. Ők is a mi testvéreink. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Iklaudiné Szilágyi Katalin járási hivatal vezetőnőt, Bakó István polgármesterű, Dereske polgármesterét,
Balog András tépekösség polgármestereit. Örülök, hogy ti is megtiszteltetek bennünket, és újra itt vagytok nálunk. Emelitek az est színvonalát. Ezt így szokták mondani. Kicsi késéssel kezdtük meg a mai ünnepünket, bálunkat. Valamikor úgy volt ez, hogyha a vadászat elkezdődött, úgy volt, hogy reggel fél nyolcra gyülekező, aki fél nyolckor nem volt ott, az tegye el a puskáját, mehet haza. Most egy kicsit késtünk, mindenkinek minden meg van bocsájtva, mindenkinek vannak gondjai, bajai. Én a magam részéről mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai estéhez, a vacsorához pedig nagyon jó étvágyat, és dr. Vitány István képviselő urat felkérném egy pohár köszöntőre, vagy egy pár gondolatot mondjon el nekünk. Szép jó estét kívánok mindenkinek, hát én érzem megtisztelve magam, hogy ismét itt lehetek a Barátság Vadásztársaságnál, annál is inkább, mert hát az elmúlt évben nem igen kötöttem szoros barátságot a vadásztársaságokkal, ugyanis nagyon sok helyen probléma volt a területkijelöléssel, és hál' Istennek itt Derecskén semmi probléma nem volt, éppen a Lajos barátom mondja, hogy itt megmaradt 100% a terület, tehát itt nincs probléma, minden rendben megyen. Kérdeztem, hogy mikor indul a vadászidény, azt mondta április 15-én, hát gondoltam, addig ki lehet józanodni, tehát józanon lehet vadászni, menni, ha ma valaki túl jól érezni magát. Én azt gondolom, hogy itt adott minden ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, és hát gondolom, hogy ugyanolyan szokásos színvonalon és nagyon jó ételekkel kerül megrendezéshez a mai bál. Én azt kívánom kedves mindjártnak, hogy érezzék jól magukat, szórakozzanak ki, és készüljenek fel az április 15-i vadászati idényre, egy kis előhangolás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, még annyit elfelejtettem, hogy a zenét a mai estére Fritz Kálmán zenekarra fogja nekünk szolgáltatni. Ők, ha jó formában vannak, ők is fergeteges zenét tudnak csinálni. Remélem, a mai este is ilyen lesz. És jön a vacsora, mindenkinek jó étvágyat kívánunk. A vacsorán vadból készült ételeket szolgáltak fel, a finom étkek elfogyasztás után pedig kezdetét vette a hajnalig tartó táncos mulatság.